Mit tartalmaz az optimálisan összeállított baba kelengye? Mit kell tudni a gyerslőlagyedről? Alternatív megoldások a szülési fájdalom csillapítására, várandós gondozás. Mindezekről olvashat fontos és hasznos információkat a kismama a Háztűzőrző Nők és Anyák Egyesülete által összeállított kiadványban. Az volt a célunk, most már néhány éve gondolkodtunk azon, hogy mindazt a tudást, amit a 10 év alatt összegyűjtöttünk, azt egy nyomtatott formába kellene kiadni, és akkor találtunk támogatót rá, találtunk Palota Ildikót, aki az egészet összefogta, volt egy kapcsolatunk a céggel, aki ugye ezt támogatta, és volt az a nagyon sok ember, aki ebbe a gyönyörű kiadványba írt, és volt egy fantasztikus Gáspár Béla nevezetű grafikus, aki ezt az egészet megszerkesztette. Az ő nevét muszáj mindenképpen megemlítenem. Gyakorlatilag, akik benne szerepelnek, most itt nem számoltam össze, de kb. 6-7 olyan cikk van benne, majd hogyha alapozgatják, az érdeklődők találkoznak velük, ők mind a saját tagjaink. Tehát akik innen nőttek ki, akik ide csatlakoztak be, és gyakorlatilag az is egy csoda, hogy milyen szakembergárdával rendelkezünk. És a védőnők is elismerik ezt. Úgyhogy ez még külön nekünk egy nagy öröm, hogy velük együtt dolgozhatunk a tatai védőnökkel. A Háztűzőrző Nők és Anyák Egyesülete 10 évvel ezelőtt alakult civil szervezet, amely a kezdetektől fogva a várandós családoknak szeretne segíteni. Szakmai és szabadidős programjaik a gyermekvállalástól a nevelésig minden területet felölelnek. Saját maguk gondoskodnak korai fejlesztésről, és családi nap között is működtetnek. Azért csatlakoztam, mert én ide költöztem egy pár éve, és nekem nincsenek itt a szüleim, nincsen itt rokonság, és szükségem volt egy olyan helyre, ahol velem egykorúak vagy idősebbek, és tudok valahová tartozni. A kismamáknak arról írtam, hogy a kórházban miket kell vinni, nem csak általánosan, hanem a gyakorlati szempontból is, mivel én is átéltem tavaly nyáron, hogy mire van szükségünk ott, és akkor minden témában van szakértőnk, és hosszabb is, meg rövidebb verzió a www.háztűzőrző.hu oldalon van a hosszabb verziója a kisokosnak, és aki szeretne, ott meg el tudja olvasni ezeket a szakértőnek a véleményeit. Idén lettünk 10 évesek, és úgy gondoljuk, hogy ez a 10 év munkánknak a megkoronázása, ez a kiadvány. Valahányszor ránézünk, még most is elérzékelünk tőle, mert nagyon boldogok vagyunk, hogy nekünk ez így sikerült, és igazából szeretnénk a városnak adni, a gyerekeknek, a gyerekes szülőknek adni ezzel. Azt is szeretnénk, ha jobban megismernének. A háztűzőrző kisokos kismamáknak ingyenesen hozzáférhető. Kérjék a védőnöktől, vagy keressék a háztűzőrző központban.